Nem hiába hívják Kaposvárt a vidék futófővárosának. A már 12. alkalommal megrendezett KNTH mozdulj futónapok Somogyi megyeszékhelyén több mint 3200-an készülöttek a 3,2 kilométeres távra. A rajtot Borhi Zsombor, kétszeres kajakvilágbajnok, Kaposvár alpolgármestere indította el, majd maga is beállt a futók közé. A Kaposvár belvárosában kijelölt egyetlen nagykört leggyorsabban egy helyi futó, Dárdai Bálint teljesítette, 10 perc 32 másodperc alatt. Míg a női győztes Máté Anna kevesebb, mint egy perccel később, 11 perc 15 másodperces idővel szakított át a célszalagot. Nem csak a leggyorsabbakat díjazták, hanem a legnépesebb helyi és környékbeli iskolákat. Ezt a versenyt Taszár, illetve a kaposvári Kodály Zoltán általános iskola nyerte, míg a legtöbb futót megmozgató intézmény a Kaposi Mór oktatókórház volt.